hagyományőrző kosztümös felvonulással indult a Szent László napok szombati programja. A menetben feltűntek a Kassai Lovasiskola tagjai, a Pusztai Rókák Nomád Hagyományőrző Egyesület, a Szelindek Együttes zenészei, a Győri Lovas Színház tagjai, az Ördöglovasok, a Póni Óvodások. Összesen 20 póni, ezen kívül szamarak és szekerek kísérték a tömeget. A program péntek este kezdődött. Körülbelül 300 fáklyás felvonuló korahú öltözetbe érkezett meg az Aranypartról be a belvárosba, a Széchenyi térre. Ez egy rendkívül izgalmas, érdekes, látványos felvonulás volt. A fáklya, ez a középkori hangulat, azt gondolom, hogy egy nagyon jó felütése volt ennek az indulásnak, fesztivál indulásnak, és most pedig indulunk a hagyományos történelmi kosztumos felvonulással, kimegyünk az Aranypartra, és a mai napon és holnap ebben az összgenerációs fesztiválban mindenkit nagy szeretettel hívunk, várunk. Gyerekeknek, családoknak lesz igazi középkori lakoma, kirakodó vásár. A Szent László napok szervezéséből évek óta kiveszi a részét Tóth Szilárd, a Rodeo Ranch tulajdonosa, a Győri Lovas Színház alapítója. Tulajdonképpen már nem tudom megszámolni, 9-10 éve. És hát most már úgy része az életünknek. Hát amikor ugye annak idején engem megismertek, sokan azt mondták, hogy a rodeós fenegyerek, tehát akik bikákon meg vadlovakon, aztán hozzám mindig közel állt a középkor. És aztán amikor jött ez a felkérés, én nagyon örültem neki. És aztán megváltozott sok minden, tehát inkább azt mondom, hogy kiegészült. De hát a harcos az attól harcos, hogy azt a szemléletet követi, amit. És én Szent Lászlót azért szeretem, mert azon kevés király közé tartozott, aki nem véletlenül volt, hogy lovak király, aki királyként az elsősorban harcolt, nem hátulról irányított, és nekem ez példamutató. A tömeg a Dunapart rezidencia felé vette az irányt, majd az Aranyparton volt a végállomás. Itt a hamupipőke mesedarabbal kezdődött a program. Kiszórok neked ide egy tál lencsét a hamuba. Ha 2 óra alatt kiválogatod, velünk jöhetsz. Erre is sokan voltak kíváncsiak. Hamupipőke volt, amire elsősorban jöttünk. Most az állatokat szeretnék megnézni, meg szerintem a lovas kassai bemutatóját is megnéznénk. Mit gondol a rendezvényről? Színvonalas évek óta. Tehát hatalmas munkájuk van benne, úgy látom. Lelkes csapat. Nagyon klassz kis program. Érdemes minden évben nézni. A felnőttek közül volt, aki már a hamupipőke alatt is édesen szúnyókált, de nem is volt szükség most az ő kreativitásukra, hiszen számos más program várta a legkisebbeket. Gumikardozás, fegyverbemutató, agyagozás, de várta őket füles kosárból készült körhinta és horgászás is. Ott hátul kipróbáltuk azokat a játékokat, a karikadobót, és horgászás, meg az ilyesmi játékokat ott hátul. A játékokat, ugye van az, amivel lehet így lépni, a kötélhúzást, ilyeneket. Miért tetszik neked ez a rendezvény, vagy miért jöttetek el ide? Miért? A játékok miatt hát föl lehet próbálni ilyen dolgokat. Eddig kipróbáltam azt a kardozást, ami ott van. Eddig nem sok mindent próbáltam ki, de több mindent szeretnék. Hát ugye a lovakat sokat simogattam, mert imádom őket. És hát mi ugye kézilabdás programra jöttünk ide át. Már hallottuk, hogy ilyen van, és így jól hangzott, és átjöttünk, és tényleg nagyon jó. A Szent László napokon emellett állatok simogatására is volt lehetőség, és bemutatkoztak a hagyományőrző csoportok. Az ördög lovasok pedig egy igazi tüzes sóval kápráztatták el az érdeklődőket.